A gazdálkodók számára aktuális novemberi határidőkre hívta fel a figyelmet Gál Tamás agrárkamarai szaktanácsadó. Ezek közül a legfontosabb, hogy minden agrárkörnyezet gazdálkodásban résztvevő gazdálkodónak november 30-ig a gazdálkodási napló egyes elemeit elektronikus úton el kell juttatni a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal honlapján. Itt különböző alapadatokat, illetve a tápanyaggazdálkodásra vonatkozó kérdéseket kell feltölteni. Ez november 30-áig kell nekik megtenni, és ez, hogyha nem tesznek ennek a kötelezettségüknek eleget, akkor itt szankciókra lehet lesz majd számítani. Ebben az ügyben ugye a falugazdászok azok, akiknél ezt a dolgot meg lehet tenni, illetve az agrárkamarai tanácsadók is tudnak ebbe segíteni. Minden gazdálkodónak, aki ebben a programban részt vesz, kötelező képzésen kell részt venni, az 5 év alatt 2-szer, és a jelenlegi képzéseknél már a támogatási időszakban, ebben a támogatási időszakban már lezárultak, illetve Sárospatakon lesz most még egy pótképzés, amire még lehet jelentkezni. Itt az agrárkamarában ezt a jelentkezést meg lehet tenni. A hivatal szintén novemberben utalta a terület alapú támogatási rendszerben résztvevőknek az előleget. A gazdálkodóknak a 80%-a már megkapta. Azok, akik nem kapták meg, ott túligénylési problémák lesznek, illetve olyan adategyeztetések lesznek szükségek, ami után ezt az előleget majd az MVA ki fogja tudni nekik fizetni, ki át fogja tudni utalni. Itt majd erre a héten, vagy a jövő héten levelet fognak kapni a gazdálkodók. Az állattartó telepek korszerűsítésével kapcsolatban újabb fejleményekről számolt be a szaktanácsadó. A 163/2010-es közlemény szerint azok a gazdálkodók, akik korábban a telepek korszerűsítésére pályáztak, kifizetési kérelmet nyújthatnak be november 2-a és december 15-e között. Itt a különböző képcsoportokra lehetett korábban pályázni, infrastruktúra, telepi infrastruktúrára lehetett pályázni, illetve technológiai fejlesztések lehetett pályázni. Itt a támogatási összegek a különböző csoportokon belül változtak. A novemberben ezt a kifizetést az MVH felé meg lehet tenni. Erre a rendszeresített formanyomtatványon tudják megtenni ezt az igényüket. Gál Tamás szaktanácsadó ezen kívül még elmondta, hogy a 2010-es év viszmajoros évnek számít a mezőgazdaságban is. Ezért az agrárkár enyhítési rendszerben részt vett gazdálkodók által benyújtott kérelmeket az MGSH már elkezdte feldolgozni. A feldolgozás után fogják tudni majd pontosan meghatározni, hogy a vagy az igényelt összegnek hány százalékát fogják megkapni azok a gazdálkodók, akik ezt a viszmajor kérelmet beadták az agrárkár enyhítési rendszerbe. A tavalyi évnek az igényelt összeg 20%-át kapták meg. Ebben az évben majd a feldolgozás után lehet lesz majd pontosan megtudni, hogy ez az összeg mennyi lesz.